Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Üdvözlet mindenkinek! 2023. december 12-e van. Itt a nagy dolgokban ez az infobubble.hu weboldalon, illetve az infobubble csatornáinkon fogjátok megtalálni a YouTube-on, valamint a Yahoo útja szintén YouTube csatornán, és Bíró Zsolttal fogok beszélgetni ezúttal. Zsoltot én, ha jól emlékszem, az ateizmus, vagy a keresztény-ateista vitacsoportban találtam én meg, ahol közzétettem egy képet, illetve egy felhívást, hogyha valakinek van kedve beszélni a nézőpontjáról, elmagyarázni, hogy hogy látja a világot, esetleg különböző témákat megvitatni. Nyilván én képviselem a úgymond hívő oldalt, illetve a partnerem ezúttal Zsolt. Meglátjuk, hogy mi az, ahogyan ő látja a világot, ez a legfontosabb tulajdonképpen, hogy kiderítsük ezt. Szóval át is adom neki a szót, és akkor ha röviden bemutatod magad, illetve mindazt, amit szeretnél, hogy tudjanak az emberek rólad, az nagyszerű. Jó. Bíró Zsolt vagyok, biológiát végeztem. Aztán a körülmények úgy hozták, hogy fordító lettem. Ma is ebből élek. És az előzményekről az, hogy a családom az ateista. Tehát nemzedékekre visszamenőleg ateisták. Tehát nekem nem volt ilyen, hogy valamiféle pálfordulás, vagy valamiféle olyan élmény, ami eltántorított volna a vallásból. Én világéletemben egy ateista környezetben nőttem fel. Ennek ellenére a vallás az foglalkoztatott, tehát én tehát gyerekkoromnak az egyik gyönyörűséges olvasmánya volt a görög mitológia gyűjtemény. Tehát az egy hihetetlen érdekes, hát egy kalandos dolog. A Biblia, ugye, tehát a keresztény mitológia, az kevésbé. Na, ott is gyönyörű dolgok vannak, de igazából az összefüggésekkel ott mindig problémám volt. Ugye a görög mitológiában egy kicsit mindig van egy összekacsintás a halandó emberrel. A keresztény mitológia az egy sokkal sötétebb, merevebb, szigorúbb környezet. De ennek ellenére mondom, gyönyörű részek vannak benne, tehát az énekek éneke az egy fantasztikusan szép, erotikus, szerelmes vers. Azt mondom, hogy nyilván a vallásnak minden egyes hozadékát szemétre kell dobni, de most ezzel kapcsolatban még hadd mondjam el, hogy lehet, hogy amiket mondok, ezt egyébként a múltkor már beszéltük, de azért itt is elmondom, hogy a hallgatóidnak is világos legyen. Tehát amiket mondok, azokat egyesek lehet, hogy sértőnek fogják érezni. De azt tisztázni akarom már az elején, hogy nekem soha nem az a szándékom, hogy az embereket megsértsem. Hát az ilyen ad hominem támadások, azok méltatlanok. Hát ilyen pejoratív kifejezéseket nem fogok használni vallásos emberekre. Hát az ember, hát az szent, hogy úgy mondjam, hogy az embernek joga legyen hinni abban, amiben akar. Tehát ezt a jogát abszolút tiszteletben tartom. Viszont az eszme, amiben hisz, az idea, az nem élvezi ilyen jogokat. Tehát az én meglátásom szerint bármilyen eszme, legyen az egy tudományos elképzelés, vagy valamiféle vallás, az csak a
az ilyen jellegénél fogva nem jogosult arra, hogy valamiféle külön védelemben részesüljön. Tehát én nem tartom rossznak azt, hogy bármilyen eszmét pellengére állítani, mármint ha egyáltalán vannak ilyen gyenge oldalai, amelyeknél meg lehet fogni, vagy kigúnyolni, vagy a gyengeségeit kielemezni. Tehát ezzel csodban nekem nincsenek aggályaim, és remélem, hogy a hallgatóid is úgy értékelik, hogy ez nem ellenük irányuló támadás, hanem ez az idea ellen irányuló támadás. Tehát ahogy én elképzelem a vallást, az ellen irányuló támadás. Most nem tudom, mondjam, akkor Roland... Lehet, hogy néhány dolog érdekelne, amit megkérdeznék. Tudtam, hogy biológiát végeztél, de ez nagyszerű, mert nekem rengeteg kérdésem lenne. Most nem tudom, hogy mennyire vagy még benne abban a területben. Ez majd kiderül. Attól, ja, én nem, én más területen mozogtam, bár testnevelés tanár vagyok, aha, illetve orosz szakon végeztem, úgyhogy... Talán a biológia nincs olyan messze, de se baj, majd meglátjuk, hogy mi az, amire még emlékszünk. Szóval ez érdekes mindenképpen, meg ez talán jól fog jönni, mert akkor az evolúció érdekel, mert én nem vagyok annak szakértője, csak van egy elképzelésem róla, de hát te tudsz ebben majd nekünk segíteni. Esetleg csak így még a bevezetőhöz hozzá tartozván, mi az, amiket fordítasz, ha lehet tudni röviden, milyen témák, milyen terület, milyen nyelv? Angolról fordítok, magyarra jó részt műszaki, elsősorban informatikai szövegeket. Hát ilyen gyakorlatilag használati útmutatók, elektromos autók képernyőjén megjelenő felhasználói felületek a fordítása. Szóval nincs köze a biológiához. Nagyon ritkán vannak olyan megrendelőim is. Hát, mit tudom, én időnként dolgozom az Őrségi Nemzeti Parknak, hogy náluk is, és akkor az egy kicsit nyilván közelebb áll a biológiához, az, amit ők csinálnak. De túlnyomó részt informatika. És használod ehhez a Google-t, vagy ChatGPT-t valamiféle, vagy csak így egy az egybe te fordítod le? Én elég sokat szoktam fordítani. Mindent használok, ami segít. Aha. Mindent. Értem. Tehát annyira szerteágazó most már a tudás minden területen, hogy egy fordító nyilván nem tudja átfogni, még egy szakember se tudja átfogni az adott terület szakembere. Tehát nyilván a Google benne van, vannak speciális programok, amelyek ilyen szoftverek, amelyek fordítást segítik. Nyilván azokat is használja az ember. Akkor terminológia gyűjtemények, amelyeket használni lehet. És nyilván most már egyre inkább az van, hogy a mesterséges intelligencia fordítása az első lépés. Tehát most már egyre inkább a fordítás van is az a fő munka, hogy a megrendelő ide ad nekem egy anyagot, amit a mesterséges intelligencia lefordított, pontosabban egy ilyen nagy nyelvi modell, és akkor a fordítónak a feladata egyre inkább az, hogy ezt átnézze, hogy biztosan ne maradjon benne gubanc, mert azért tudjuk, hogy ezek hajlamosak félre menni. Világos, értem. Érdekes. Most volt számos dolog, ami elhangzott, aztán úgy látom, hogy egy probléma az, ami köré csoportosul. Igen. Ugye. Az egyik az volt, hogy a bibliai összefüggésekkel van probléma, mivel sötétnek, szigorúnak vagy merevnek találtad azt. Most nem ellenőrizni akarom, amit mondtál, csak közben jegyzetel, nem akarom megszakítani mindig, de utólag szeretném hallani, hogy mi a dilemma, aztán hát a másnak is ez, és esetleg lehet rá találni valamiféle megoldást. Nem is úgy, hogy most megtérsz, és azt mondod a végén, hogy halleluja, de elgondolkozik az ember, ha nem is te, más. Tehát mit értesz ez alatt? Illetve mi az, amit láttál, hogy különbség a görög mitológiával kapcsolatban? Mert én ismerem a görög mitológiát, de
Elgondolkozzál azon, vagy bárki, aki esetleg hallgatja, hogy milyen forrásaink léteznek arra, hogy a görög mitológia egyáltalán hogy nézett ki, hogy mennyire hiányos az ismeretünk ezen a téren? Úgy értem, hogy ami... Így van, de a görög mitológiában az egyáltalán, tehát nincsen egy ilyen kanonizált szöveg, amire bárki azt mondta volna, hogy na ez az egy igazi szöveg. Hát mindig van egy ilyen játékos ide-oda kalandozás, van, amikor Zeus ezt csinálja, vagy így csinálja, máskor meg amúgy csinálja. Tehát inkább egy ilyen népmese jellegű az egész. Ezen kívül ugye az istenek, azok nem csak az Olimposzon léteznek elhatárolódva teljesen az emberiségtől, hanem napi rendszeressége jönnek, mennek közöttük. Sőt, ugye hát azt tudni való, hogy Zeus imádja elcsábítani a földi lányokat, és akkor így születnek a félistenek. Tehát a görög mitológiában az istenek nincsenek annyira elkülönülve az emberektől, mint a keresztény mitológiában. Az világos... Bocsáss meg, csak azt hozzá akarom tenni, hogy az világos, hogy a Bibliában is van erről szó, amiről most beszélsz, ez a istenek meg az emberek elcsábítják egymást, stb. Az tiszta, hogy ez egy bibliai történet. Ez már a Mózes első könyvében szerepel, a 6. fejezetben. Most nem. Csak azért mondom, hogy rengeteg hasonló, tehát ezek egymásra épülnek ezek a dolgok, és én szerintem azért, mert mindenki ugyanazt a történetet meséli el az évezredek során, amit hallott az előző generációktól. Mert az az igazság, ami számunkra most furcsán hangzik, hogy istenekről van szó, de ha a Bibliát ismeri valaki, akkor számára egyértelmű, hogy ezek a lények léteztek. De bocsáss meg, visszaadom a szót, csak ezt akartam, hogy ez mindenki ugyanazt mondja el, csak más neveket használ. Meg a történetek kicsit Igen, de azért a sztorik azért elég erősen különböznek hangulatukban. A görög, tehát a két mitológia között. De itt a görög mitológiában egy földi ember az szét tud nézni a túlvilágon, és van esélye rá, hogy tudjuk, hogy Orpheus bejutott az alvilágba, és visszakérte a feleségét, ugye az alvilág urától, Hádésztól. Nem ritka az, hogy egy földi halandót vendégül látnak ott az Olimposzon. Tehát valahogy úgy közelebb áll tehát ilyen emberibb az egész, de nyilván nem ez a legfőbb gondom a mitológiával. Aha. Tehát itt többféle most több rétű a probléma. Értem. Azt akarom megkérdezni, hogy és ezt megkérdeztem már szinte mindenkitől, akivel beszéltem. Mi a garancia arra, hogy függetlenül attól, hogy mit gondolsz arról, hogy milyen idős a Föld? Nyilván én bibliai modellt képviselem, szóval én elhiszem azt, amit a Biblia ír, hogy ez 6 nap alatt teremtette, a semmiből teremtette 6000 évvel ezelőtt nagyjából. Feltételezem, te, mint biológia szakos, illetve ateista beállítottságú, egy idősebb modellt képzelsz el, de ezt majd elmagyarázod, ha akarod. Szóval a kérdésem az, teljesen mindegy, hogy mennyi nemzedéket képzelünk el, hogy annyit, mint én, néhány százat, vagy annyit, mint te, nem tudom, az mennyi emberi nemzedékben, de ha mondjuk 200 000 éves az ember, akkor ez elég sok. Szóval mi a garancia arra, hogy az egész emberi történelem során senki nem értette a valóságot, vagyis a 99% az embereknek, de lehet, hogy még több, soha nem értette, hogy hol él. Mindig hitt valamiféle számunkra, legalábbis a tudományos beállítottságok számára nevetséges, spirituális dimenzióban, de itt most, az utolsó 100-200 évben
megvilágosodtunk, szóval minden élőlény ember, aki előttünk élt, az gyakorlatilag tudatlanul élt. Azt gondolta, hogy egy lapos zárt rendszerben él, hogy léteznek istenek, hogy neki ők szolgálnia kell, hogy annak van hatása a mi életünkre. Érted, amit mondok, hogy olyan furcsa az elgondolás. Ez eszedbe jutott már valaha? Hogy nem. És mi erre szerinted a magyarázat? De az, hogy az természetes, hogy nem ismerünk mindent, hogy állandóan feszegetjük az ismeretlen határait. Ez nyilvánvaló. Tehát amit így tévedést vélek felfedezni kérdésedben az, hogy azt feltételezett talán, hogy a tudomány az képes végleges válaszokat adni, felvilágosult válaszokat adni, hogy utána, hogyha jön a tudomány, akkor utána minden tiszta lesz. Nem. Egyáltalán nem. Tehát ez nem azt jelenti, hogy lényegesen többet tudnánk. Lényegesen többet tudunk, de ahhoz képest, ami van, tehát ahogy mondod, valószínűleg rohadtul keveset tudunk. Értem. De ez nem probléma. Tehát itt a megközelítésben van szerintem a probléma, mert a tudomány nem állítja azt, hogy ő végleges válaszokkal rendelkezne. A vallások viszont, és ez a fő vonzerejük hangja a vallásoknak, hogy ilyen kerek, lezárt, végleges, megnyugtató válaszokat adnak. Tehát tudja hívő, hogyha ezt és ezt csinálja, ezeket és ezeket a szabályokat betartja, akkor ő majd valamikor egy nagy jutalomban részesül. Tudja azt, hogy biztonságban van akkor, hogyha bizonyos rituálékat betart. A tudományban nincsenek ilyen határozott válaszok. Hát ez, mert általában a vallásos embereknél látom, hogy egyfajta arroganciát feltételeznek a tudománytól, vagy a tudomány részéről, vagy a tudomány, mert hogy a tudomány azt állítja, hogy megmondja a tutit, de nem így van. Tehát a tudomány nem mondja meg a tutit. Értem. A probléma az, hogy legalábbis úgy tűnik számomra, hogy ezt én hallottam már számos embertől, meg olvastam én ezt a dolgot, amiről beszélsz, hogy a tudomány majd idővel korrigálja, hogyha rájön, hogy tévedett, mint ahogy az oly sokszor már a történelem során bebizonyosodott. Ellenben az iskolában arról nincs szó, hogy ez nem egy végleges álláspont, hogy mi... Hát az hiba. A semmiből. De a lényeg az, amit mondok, hogy az emberek úgy élik az életüket, hogy ez a számunkra a tény, hogy mi valami úton, módon egyszer kifejlődtünk gyakorlatilag a semmiből, nem is csak mi, hanem az egész élet a semmiből keletkezett. Ha jól értelmezem, bár biztos van ilyen evolúciós verzió, mert ha én utána néztem ennek számtalan van evolúciós elmélet verzió, de a lényeg az, hogy az iskolában arról nincs szó, amiről beszélsz, hanem ott pusztán úgy van minden tálalva, hogy ezek a tények, amik változhatatlanok, és elhiszik az emberek, hogy a tudomány az valamiféle... Gyakorlatilag átvette a vallásnak a szerepét, ez a lényeg. És erre vannak... Értem, hogy mit mondasz. Ráadásul, számos esetben az, amit tanulunk, az ellentmond mindennek, amit tapasztalunk, de elfogadjuk csak azért, mert van egy tekintélye a tudománynak, amit ráerőltettek a világra a vallás helyett. Szóval van egy új vallás, az pedig a tudomány, ami ugyanúgy épül fel, mint ahogyan egy vallás felépül. És érdekes módon
Ez az utolsó gondolat ehhez, de ha valaki látta, Michael Crichtonnak van egy beszéde ezzel kapcsolatban, egy relatíve rövid, ő az, aki írta a Jurassic Parkot többek közt, vagy a Kómát. Az Andromeda törzs, igen. Andromeda törzs. Erről, ahol ő ezt felvázolja, nagyon érdekes az egész, néhány perc egy egyetemen tart előadást, ahol erről beszél, hogy a tudomány egy vallássá változott. Szóval mi a helyzet ezzel akkor? Nem, tehát szerintem nem vallás. Tehát a vallásnak az a kritériuma, hogy dogmái vannak. A dogmák azok változtathatatlanok. Tehát ahhoz, hogy te vallásosnak nevezd magad, ahhoz el kell fogadni néhány alapdogmát, például azt, hogy Isten létezik. A tudományban nincsenek ilyen dogmák. Tehát a tudományban nincs, vagy úgy mondjam, nincs semmi szent. Tehát bármit meg lehet kérdőjelezni, bármit fel lehet forgatni fenekestől. És hogyha ezt jól csinálod, akkor te vagy a Jani, akkor kapsz egy Nobel-díjat. Tehát a tudományban soha nincsenek ilyen végleges válaszok. Nézzük meg, hogy Newton jön a mechanikai törvényekkel. Leírja őket, ünnepeljük. Prímán beváltak. Ugye most is azt tanítják az iskolában a gyerekeknek. És nagyon jól leírják a világot. Tehát a különféle tárgyak mozgását, hogyha lejtesz egy cseresznyemagot, azzal mi lesz, ha fellősz egy rakétát, azzal mi lesz, hogy a bolygók hogyan keringenek a nap körül. Mindezt Newton primán leírja. De jön Einstein a relativitás elméletével, és azt mondja, hogy jó, Newton, oké, az működnek a newtoni törvények, de hogyha lemegyünk szubatomi szintre, akkor már ott összeomlanak, hogyha elmegyünk egy fekete lyuk mellé, akkor megint elájulnak. És akkor jön Einstein az ő képleteivel, amelyek pontosabban leírják, és azok már tudják kezelni ezt is. Mi történik? Newtonnak a törvényei annyira rohadtul jól leírják a világot, azt a világot, amiben most élünk, és annyira egyszerűek, hogy ma is azt használjuk. És azt tanítjuk a gyerekeknek az iskolában. Mert nincs értelme relativitás elméletet tanítani nekik, mert az rohadtul bonyolult lenne. Kérdezzek valamint. És akkor, hogyha az iskolában, ugye ez megfelel a gyerekeknek, tehát ők azt a világot megértik, amiben előreláthatóan élni fognak. Ki tudják számolni, mit tudom én, hogyha lejtek egy kavicsot a kútba, számolom, hogy hány másodperc múlva locsan. Persze nem tudják kiszámolni. Elvileg hát igen, de gyakorlatilag. De jó, most ideális esetben ezért azért egy gyerek ki tudja kérdés számolni. A kérdésem az, hogy vajon az, hogy ki tudom számolni abból, hogy milyen mély a kút, hogy mennyi idő alatt ér le egy, mit tudom én, milyen tömegű kavics az aljára, amit nem feltétlen tudnék, de tegyük fel, ki tudom, vagy attól, hogy megtanulom, hogy egy ponton a hal az kimászott a partra, és akkor lett, vagy valahol félúton lett lába, vagy valami, illetve mindezeket, amiket az iskolában tanulunk, azt én nem vagyok, sőt, én úgy gondolom, hogy nem tudjuk úgy értékelni, mint hogy ezáltal valaki megismeri a világot. Mert a világot úgy tudod megismerni, hogyha abban élsz és tevékenykedsz. És nem tudod megismerni az élővilágot például azáltal, hogy egy könyvet olvasol, hiszen akkor csak azt fogom megérteni, meg megtudni, ami a könyvben le van írva. És hogyha körülnézünk a világban, akár ebben az ateizmus csoportban, vagy bármelyik másikban, az emberek nem így értelmezik ezeket a dolgokat, ahogy te, ők úgy értelmezik, hogy ezek tények, amik változtathatatlanok, változhatatlanok, és ez kőbe van vésve. Míg ez egyáltalán nem így van, hanem ez alakult az évek során, és alakulna is a jövőben, ha lenne igény rá. De a probléma az, hogy nincs már igény.
és én szerintem az emberek kevésbé ismerik a valóságot, mint amennyire ismerték 200-300 évvel ezelőtt. Most azt ismerik, amit tanulnak az iskolában, nem azt, ami a valóság. Ha valaki azt mondja nekik, hogy a Föld egy gömb, amihez a víz hozzáragadt, és akármit, és tudom, hogy nevetségesen hangzik, de igazából a Biblia ezt írja, szóval én csak ehhez tartom magam, a Föld alakját illetően. Szóval senki nem tapasztalja azt a világban, hogy igen, a Föld az egy gömb, ami végtelen sebességgel ide-oda megy, meg pörög, forog, és igen, elméletileg a modell szerint Ausztráliában fejjel lefele vannak az emberek, de olyan nincs, mert nincs is valójában se le, se föl, meg a víz is hozzáragad. Szóval azt akarom mondani, hogy az emberek elhiszik azt, amit tanulnak, akkor is, ha ellentmond a valósággal, és hogyha tudomány tévedhet és korrekcióra szorulhat a jövőben, akkor lehet, hogy most rosszul tudják. De ez nincs benne a gondolatvilágukban. És van egy arrogancia, ahogy én látom, akárcsak abban a csoportban, meg úgy általában az ateizmus képviselők egy jelentős részénél, mint ami feltételezem máshol is előfordul, de kétségtelenül van erre a tudásra épülve. Igen. Igen, van, valóban van arrogancia, de én úgy látom, hogy azok, akik valóban mondjuk tudománnyal foglalkoznak, soha nem arrogánsak, vagy szinte soha nem arrogánsak. És azzal meg különösen nem villottatják az arroganciájukat, hogy a tudomány az mennyire felsőbbrendű lenne, hiszen aki egy tudomány területtel mélyen foglalkozik, az pontosan tudja, hogy milyen hatalmas területen ütközik az ismeretlenbe. Tehát, hogyha elmész egy tudományos konferenciára, megnyitasz egy tudományos cikket, akkor annyi tétovaságot, habozást, feltételes módot sehol nem látsz, mint egy tudományos cikkben. Tehát az mindig így van, hogy amennyiben ugye ilyen és ilyen feltételek fönnállnak, és föltételezve azt, hogy igaz az, ami, mit tudom én, XY mondott, és hát folyamatosan ezek a feltételes módok és a tétovaság, mert így működik a tudomány. Tehát azok, akik biztosan állítják, hogy hogyan működik valami, azok nagyon nagy valószínűséggel nem elég képzettek ebben azon a területen. Tehát a tudomány mindig, most mondtad, hogy ahhoz, hogy megismerni a világot, ahhoz az kell, hogy kimenjünk és járjunk és dolgozzunk benne, ahogy így mondtad. Na most erről az jutott eszembe, hogy igen, tehát valóban ez egy része a megismerésnek. De ne felejtsd el, hogy mi, hogyha csak így csupaszon kimegyünk, akkor rá vagyunk utalva az érzékszerveinkre, a saját képességeinkre, és azok meg nem teszik lehetővé, hogy mindent megismerjük. Tehát mi nem látjuk az ultraibolyafényt. De viszont vannak olyan eszközeink, amelyek látják. Nem látjuk a hőt, de vannak hőkameráink. Tehát te télen hiába nézel rá egy házra, nem fogod látni, hogy hol szivárog a hő belőle. De vásárolsz egy hőkamerát, és látni fogod, hogy hol fog szivárogni a hőből. Ez nem a saját munkád eredménye, nem a saját érzékeid eredménye. Tehát muszáj egy igénybe venni a tudománynak a vívmányait ahhoz, hogy plusz információkat szerezzünk be róla. Én akár, hogy erőltetem a szememet, nem fogom látni a többi galaxis, csak a miénket. Legfeljebb az Androméda között fogom látni, de semmilyen más galaxis nem fog látni. Viszont, hogyha fellövünk az űrbe egy szuper teleszkópot, akkor hihetetlen részletességgel látni fogjuk őket. Hát ez, hogy kimegyünk a világba, és csak úgy el vagyunk, és megismerjük a világot saját kezünkkel, saját szemünkkel, ez nagyon korlátozottan működik. De ahhoz, hogy teljesebb képet kapjunk a világról, ez sem lesz teljes nyilván, de jobb, mint amit a saját érzékszerveinkkel el tudunk érni, ahhoz nincs mesélt tudomány. Felmerül a kérdés akkor ezen a ponton, hogy
mindez az ismeret, amit összegyűjteni vélünk, és abból levonjuk ezeket a következtetéseket, igen, amiket levonunk. Egyáltalán szükséges-e ahhoz, hogy az ember teljes életet élje? És én azt mondom, hogy nem szükséges ahhoz, hogy az ember az életét teljesnek tekinthesse, hanem elfelé vezet minket attól, és elvezette már az úgymond fejlett nyugati országokat egy teljes élettől. És hogyha megnézzük a társadalmi dinamikát, illetve azokat a folyamatokat, amelyeket látunk magunk körül lezajlani, illetve változásokat, amik a most jelenleg a társadalomban történnek, akkor szerintem egyértelmű az, hogy kerülünk egyre inkább bele egy mesterséges világba, és az emberek a komfortot abban találják meg, hogy azt hiszik, hogy ismerik ezt a világot csak azért, mert tudnak dolgokat. Miközben, ha visszanézünk a néhány száz évvel ezelőtti életre, akkor úgy gondolom, hogy a miénkhez képest, bár kevésbé volt kényelmes, minden egyéb más mutatóban az az élet teljesebbnek bizonyult. És én azt hiszem, hogy az oktatás, illetve a tudomány az, ami felelős ezért a változásért. És nem azt mondom, hogy ez mind rossz, csak azt, hogy valahogy ezt a kettőt talán nem lehet összhangba hozni. Mert az ember megy a kényelem felé, és a tudomány biztosítja ezt a kényelmet. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm. És ez káros az emberiségnek, ez az egész fejlődés. A technika fejlődése nem hasznos. Itt az embernek el kell dönteni azt, hogy milyen világképet érez magához közel állónak. Van, aki egy szekuláris világképet, más egy vallásos világképet. Az, hogy melyiket választja, annak igazából nincsen jelentősége abban, hogy mennyire lesz boldog az élete. Hát tökéletesen boldog és elégedett, és ahogy mondod, teljes, bár mint megegyeztünk, olyan nincsen, hogy teljes. Tehát egy elégedett életet lehet élni úgy is, hogy valaki vallásos. Ez semmilyen vitám nincs ezre. Aki viszont egy szekuláris világképet választ, az nem az én nézetem szerintem a kényelmes, jó kis, meleg, kuckós vallás elégíti ki, hanem az, hogy a valóságot akarja megismerni, és az bizony nem annyira kényelmes, nem annyira barátságos, nem annyira biztonságos, mint az a világkép, amit a vallás kínál. De, hogyha valakinek az elméje éhes arra, hogy megtudja a való világnak a működését, ahhoz muszáj fölvállalni azt, hogy ez időnként kényelmetlen. Ez kétségtelen, hogy élhet az ember boldogan. Most a kérdés az, hogy egyáltalán a boldogság az az életnek a része, vagy célja kellene, hogy legyen, mint ahogy szerintem nem, de amit én látok, az a következő. A szekuláris gondolkodás az oda vezet, hogy a társadalom óhatatlanul összeomlik. És ezt a történelem során számos birodalomnak az esete tanúsítja, hogy ez így van. De talán a nagyszerű az, hogy most mindenki láthatja ezt a saját szemével megtörténni a mi jelenünkben. Ez nem csak úgy értem, hogy gondolkodok mondjuk apokaliptikusan,
vagy átvitt értelemben. Ezt, erről én szintén beszéltem már számos alkalommal, ezt egyszerűen csak megtudjuk az adatokból. És ha abban belegondolsz, hogy a lakosság milyen mértékben öregszik el az úgymond fejlett világ területein, illetve milyen mértékben csökken a népesség a születésszám visszaesése miatt, akkor láthatjuk azt, hogy egyértelműen az összeomláshoz vezet. És ennek láthatjuk a jeleit egyébként körös körül magunkon. De nem csak ez a probléma ezzel, hanem én úgy hiszem, hogy ha nem elég ez, és láthatjuk, hogy amíg az emberek ragaszkodtak ezeken a területeken a biblikus erkölcsi normákhoz, addig nem ez volt a helyzet. Azt nem akarom mondani, hogy nem volt kényelmetlenebb, az egy vívmánya a tudománynak. Azonban a gondolkodásmód, ahogy torzul el e felé a szekuláris, materialista beállítódás felé, úgy a társadalom egyre inkább szétesik, és mindenféle adatok ezt alátámasztják, ezt megbeszélhetjük, ha valakit érdekel. És ezért nem tudjuk felelőssé tenni a vallást. Míg a vallás, míg a hit, az a judeo-keresztény értékrend uralkodott, addig a társadalom folyamatosan fejlődött. Azonban most láthatjuk, hogy milyen hamar összeomlik, hogyha az embereknek szabad kezet adunk, és azt mondjuk, hogy nincs semmiféle felsőbbrendű erő, hanem mindenki döntse el maga, hogy mi az, ami helyes szerinte. És annak óhatatlanul az eredménye ez a hedonista világ, amit mi építünk felfelé most. Na most itt mondtad, hogy láttunk példákat arra, hogy a szekularitás hogyan omlasztja össze a társadalmakat. Most ezt nem igazán tudom értelmezni, mert szekuláris társadalmak azok gyakorlatilag néhány évtizede jöttek létre. Tehát 100 évvel ezelőtt gyakorlatilag minden társadalom vallásos volt, legalábbis színben az volt. Ezzel szemben, hogyha szétnézel ma a világon, és megnézed, hogy hol vannak erőszakos cselekmények, és hol nincsenek, akkor azt látod, hogy azokban az országokban, ahol nagyon alacsony a vallásosak aránya, tehát mondjuk a Skandináviában, vagy ahol ilyen 10-15% környékén van a vallásosak aránya, ott a legkevesebb az erőszakos cselekmény. Ha megnézed Afrika legvallásosabb országait, tele van pusztító törzsi háborúkkal. Ha megnézed, most nézd meg Izrael és Pakisztán közötti konfliktust, gyakorlatilag, ha hát ez a konfliktus nem lenne elképzelhető szerintem, hogyha mindkét oldal ugyanazt a vallást vallaná. Tehát egyértelmű, a vallás okozta azt, hogy ezek itt egymásnak estek, és mind a két fél ilyen szörnyűségeket művelen. Vagy, ha ugyanaz lenne a vallásuk, akkor nem estek volna egymásnak. Mert vagy, nem lett volna rá okuk egymásnak esni. Vagy ezt akarják elhitetni velünk, hogy ez így van. Ugyanis lehet, hogy Svédországban, vagy Németországban, vagy az Egyesült Királyságban, vagy az Egyesült Államokban nincsen akkora bűnözés, bár az Egyesült Államok szerintem erre rácáfolna, illetve nem hogy csak az... Ott rengeteg a bűnözés, és körülbelül 70%-os a vallásosak. Igen. Az, hogy ki vallásos, vagy ki nem, az nem azt jelenti, hogy ugyanazt az értékrendet képviseli, mint amit a Biblia. De a lényeg nem is ez. Még akkor is, ezek az országok exportálják az erőszakot más helyekre. Ugyanis az Egyesült Államok az elmúlt 200-300 év során, de talán 200 az inkább, még mindig folyamatosan háborúban állt mindenkivel gerjesztvén ezt a feszültséget szerte a világban. És ezt nehéz nem észrevenni, hisz csak Vietnám vagy Kambodzsa,
ami történt, most, amit a Közel-Keleten csinálnak, vagy akárhol, ahova csak mennek, amit csinált például az Egyesült Királyság Indiával hosszú évszázadokon keresztül. Tehát, amit mondani akarok, az az, hogy ezeket a konfliktusokat, amik zajlanak most a világban, gerjeszti a nyugati társadalom és annak a vezetése. Ugyanis egyszerű meglátni, hogy miért. A hadipar a legfejlettebb az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Kínában, Oroszországban. Ezek az emberek nem csak gyártják ezeket a tankokat, hogy aztán ott álljon, ezeket a lőszereket, a tankokat, a bombákat fel kell használni valahol. Ez egy iparág. És azt gondolni, hogy ezek az országok, amiket felsoroltam most, valamiféle megmentői az emberiségnek, az naív, hisz a hadiipar azért egy ipar, hogy nyereséget termeljen a tulajdonosoknak, meg a részvényeseknek. Szóval fel kell használni azokat az eszközöket. Ezért ők exportálják azt például az afrikai törzsnek, az egyiknek, meg a másiknak, meg a táliboknak, és utána azt a háborút, amit ez gerjeszt, ők csak fenntartják ezzel. Szóval nem fair szerintem ezt a vallásra fogni, miközben más erők azok, amik a háttérben meghúzódnak. Ja, nézd, Amerika külpolitikáját én egy szóval nem fogom védeni. Nem is értek hozzá, fogalma nincs. Tehát az a helyzet, hogy általában politikához nem igazán tudok hozzászólni, mert nekem az a véleményem, hogy ami ide a mindennapi emberek szintjére lejut hozzánk, az egy erősen megszűrt információ, tehát hogyha politikáról véleményt alkotunk, bármelyik politikáról, de különösen az aktuál politikáról, szükségszerűen csak egy dilettáns vélemény lehet. Tehát nem tudunk figyelembe venni minden információt, mert a színfalak mögött sokszor egészen más dolgok zajlanak, mint amit mi látunk. Úgyhogy igazából szerintem itt a politika felé nem is érdemes elmenni, mert én a magam részéről nem tudok hozzászólni, és mondom, a szükségszerűen dilettantizmus lenne. De azt mégis mondtad, hogy a vallások okozzák a háborúkat, szóval valamilyen szinten csak hozzászólt. Nem. Azt mondtam, hogy összefüggés van. Nyilván nem minden háborút a vallások okoznak, tehát ez butaság lenne ezt mondani. Mondjuk annak ellenére, hogy Ukrajna és Oroszország is erősen vallásos, tehát ott is 70-80% körül van a vallásosak aránya, mégsem állítom azt, hogy ott vallási háború zajlana. Nyilván az egy területszerző háború. Mint ahogy mindegyik az. Hát, nem tudom, szerintem vannak. De melyik vannak nem? Amerika háborúi, amiket elmondta, azok igazából nem. Dehogy nem, azok is, azok a diplomáciai hatalomért zajlottak, hogy a Távol-Keleten megerősítse az hatalomért, ő, nyilván. A hatalomért, ami területet jelent. Szóval csak azt akarom mondani, hogy... Jó. Értesz? Csak azt akarom mondani, hogy ha azt mondjuk, hogy a vallás az, ami, mint ahogy ez egy bevett gondolat, és én nem hibáztatni akarlak, vagy elengedem én ezt a politikát, én sem vagyok szakértő, csak kettőt meg kettőt össze tudok adni. Szóval akkor nem mondhatjuk azt, hogy a val, akkor csak engedjük el, akkor mondjuk azt, hogy az ember ilyen, az ember háborúzik, és kész, hagyjuk. Csak azt akkor nem mondjuk, hogy a vallás a hibás, miközben egyértelmű, hogy nem így van. A vallás egy álca számukra, de mindig is a Közel-Kelet területéért folyt a harc ott. Miért támadta meg az Egyesült Államok azokat az országokat? Irakot, Szíriát, Líbiát, az összeset, ami ott van. Azért, mert ott van az olaj, szóval ez a terület. Nem tudom. De nem kell, hogy tudd. Én sem tudom, csak össze kell adni, hogy van. Ha van egy ipar, ahol 800 milliárd dollárt költenek fegyverre, akkor az nem fog állni ott a raktárban. Értesz? Nem kell, hogy politikai szakértő legyek. Azt akarom mondani, hogy nem fair szerintem állítani, hogy a vallás okozza a háborút, miközben egyértelmű, hogy a háttérből sötétebb erők azok, amik mozgatják a szálakat, és kész. De ha valaki nem ért ezzel egyet, nem probléma. Mehetünk tovább. Ja, igen. Nem mondom, mert nem igazán tudom. Viszont úgy hallottam, azt mondtad, hogy nem tudhatjuk a politikát, mivel
megszűrt információ érkezik hozzánk. Ha jól értem, akkor ez a médián keresztül van ez az információ, ami érkezik. Nyilván. Akkor ez azt feltételezi, hogy van egy összeesküvés a háttérben, hogy az embereket tudatlanságban tartsák? Nem, ez a politikának a természete. Magyarul van egy összeesküvés. Hisz össze kell játszani a hírcsatornáknak, össze kell játszaniuk ahhoz, hogy minden hírcsatorna egyszerre megszűri az információt. Nem. Ilyen összeesküvés, meg vagyok győződve, hogy nincsen. Logikátlan lenne feltételezni, vagy észszerűtlen lenne feltételezni, hogy több száz vagy több ezer ember egyöntetűen megőrizzen valamiféle titkot, és összehangoltan cselekedjen. Nagyon-nagyon-nagyon ritkán fordulhat elő ez, még a katonaságtól is száz. Akkor viszont nem tudják az információt megszűrni, ahogy mondtad, hisz akkor kiszivárog az információ. Nem, maga a természete a politikának olyan, hogy ez egyszerűen így működik. Tehát, nézd, de nem tud így működni, érted, amit mondok? Szóval nincs olyan, hogy természet. A természete nincs a politikát, emberek azok, akik vezetik. Van több ezer hírcsatorna a világon, Magyarországon van több tucat, hanem több száz. Ahhoz, hogy egy szűrt információ érkezzen hozzánk, ahogy mondtad, ahhoz az kell, hogy ők megbeszéljék, hogy mi az, amit elnyújtottak hozzánk. Ha viszont nem beszélik meg, akkor óhatatlanul az igazság el fog jutni hozzánk. Szóval kell, hogy legyen valamiféle tudatos, vagy tudatalatti konszenzus az emberek közt, hogy milyen információt juttassunk el ezekhez, meg mit nem. Vagy megbeszélik, és össze van hangolva, vagy nem lehet az, amiről beszélsz. Ez a két verzió létezik. Én szerintem egy ilyen hierarchia rendszer van, és az információk azok nyilván csak az összes információ csak a hierarchia csúcsára jut el. Az alábbi rétegekhez egyre kevesebb és kevesebb információ csorog le. Egyszerűen azért, mert mit tudom én, nem érdeke továbbadni, mert mit tudom én, valamiféle etikátlan... Nem az lenne az etikátlan, hogy nem juttatja tovább? Nem, tehát a politika szempontjából nyilván nem. Tehát a politikának, politikusnak mindig az a... Magyarul etikátlan a politikus. vagy az a feladata és az a célja, hogy hatalmat megszerezze, vagy megtartsa. Jó, mindent ebből a szempontból kell nézni. Az, hogy most milyen információkat ad tovább, tudod... Nézd, egyre rosszabb. Nézd, szerintem nem egy nagy egy ilyen grandiózus összeesküvés, egészen biztosan vagyok benne, hogy nem, mert egyszerűen az emberek túl buták ahhoz, a politikusok pláne, hogy egy-egy ilyen összeesküvést mégis el tudják titkolni. Mégis el tudják titkolni a nagyvilágtól az egésznek a természetét olyannyira, hogy mi nem is tudjuk, hogy mi az, ami zajlik. Valójában. Szóval annyira csak nem hülyék. Nem, mondom, én nem is követem ezeket, de nem is tudom azt sem fölfogni, hogy most esetleg mi lehet az, amit eltitkolnak. A következő az, amit ki akarok belőle hozni. Nekem mindegy, hogy ki milyen összeesküvésbe hisz, nem akarok senkit erről meggyőzni, csak próbálom, úgy gondolom, hogy ez a feladatom, hogy mondtál valamit, hogy az, abból kiderítsem, hogy mi az, amit gondolsz. És nem akarlak sarokba szorítani, nem azt akarom, hogy na, megvan, tessék, ostoba, nem tudja, nem ezt akarom. Azt akarom, hogy te is, meg mindenki is, meg én is közben gondolkozzunk, és jussunk valamivel közelebb, mert az, amit te mondasz most, biztos vagyok benne, hogy rengeteg ember képviseli. Szóval hagyd legyek én most a vádló, és próbáljam kiszedni, hogy az elképzelés, amit mondasz, az úgy van-e logikusan, vagy nem. És én csak próbálok menet közben gondolkodni, hogy hogy lehetséges az, hogy a politikusok ostobák, és ezek szerint a politika alapvetően etikátlan, hiszen eltitkolják tőlünk az információt, magyarul nem tudhatunk semmit, hogy igaz-e vagy nem, hiszen nem bízhatunk meg ezekben az emberekben. Jól értem? Hát az, hogy alapvetően etikátlan, ez attól függ, hogy az a politikus éppen milyen etikai rendszer szerint működik. Lehet, hogy ő ezt abszolút etikusnak gondolja.
Elérkeztünk a nagy kérdéshez hamarosan akkor, hogy mi a jó és mi a rossz, de nézzük tovább. Na, az már egy érdekesebb, mint a politika. De érted a jelentőségét annak, amit most próbálok feszegetni? Én értem, de mondom, hogy az ilyen, tehát én előbb nem hiszek az összeesküvés elméletekben. De mégis, mert most egy olyat mondasz. Szerintem ez nem összeesküvés elmélet, tehát az, hogy elképzelhetőnek tartom, hogy néhány politikus összebeszél, hogy mit tudom, ketten-hárma, hogy hát azért ezt az infót nem... Ez egy összeesküvésnek hívja. Mert ki meg van. De az, amit te mondasz, az egy ilyen az egész politikai rendszer egy összehangolt összeesküvése, az szerintem ki van. És egy párt? Szerintem az sem. Tehát ott is ilyen kis közkatonák vannak. Tehát ott egy-két ember szerintem, aki hozzájut részletesebb információkhoz. De mondom, nem tudom. Ez még jobb. Amit mondasz, az még jobb, mert ezek szerint lehet irányítani hatalmas embertömegeket úgy, hogy csak néhány ember az, aki az információ birtokában van. Magyarán bármiről hazudhatnak. Akár az oktatás. Ezt akarom csak mondani, hogy amiről én beszélek, az egyáltalán nem olyan science fiction tudományos fantasztikum. Most eljutottunk oda, hogy léteznek összeesküvések, csak két-három ember, oké, csak két-három ember, az is elég, az egy összeesküvés. A másik az, hogy a politika eltitkolja az igazságot az emberek elől, ez a harmadik, vagyis ez a harmadik pedig az lesz, hogy néhány ember elég ahhoz, hogy vezéreljen hatalmas tömegeket. Szóval nem kell, hogy bármelyik területén az életnek több ezer ember tudja, hogy miről van szó. Elég az a néhány, a többi meg csinálja azt, amit mondanak neki. Szóval az összeesküvés egyáltalán nem olyan elképzelhetetlen. Azok alapján, amit mondasz. De én hajlandó vagyok ezt elengedni és menni tovább. Ja. Okay, tehát okay. Nézd, nem csak a politikán bárhol előfordulhat. Egyébként most láttam nemrég egy riportot. Van egy román csatorna, Recorder az a neve, ő pontosan az ortodox pópák világának az összeesküvését gyakorlatilag tárja fel. Igazából nem összeesküvés, hanem egyfajta ilyen korrupciós maffia hálózat. Ahol megvan, pontosan rejtett kamerával készítettek felvételeket, és ott lehet látni, hogy bizony a magyarul nem is tudom, hogy hívják ez a ilyen ortodox... Pátriárka. Az a legnagyobb, de vannak ilyen tarangok, mindegy. Nem tudom, azokat nem ismerem. Szó szerint lefordítva ilyen nagyon szent. Ő nagyon szentsége. Ez a rangja. Nem tudom. Mindegy. Igen. 100 000 euróba kerül egy jó faluban egy papi paszt. Hát annyit kell a kis pap, befizessen ennek a főmuftinak ahhoz, hogy megkapja ezt a posztot. Tehát ilyen értelemben igen, léteznek összeesküvések, de mondom, ez inkább tehát olyan értelemben összeesküvés, mint ahogy egy maffia csoport. Hát a vallás az egy maffia csoport tulajdonképpen. Igen, tehát erre visszatérve érdekesebb területre elvezve, ha már itt vagyunk. Tehát itt, és visszatérve ugye a vallásra és ateizmusra, ami ugye az apropója volt ennek a beszélgetésnek. Tehát itt szerintem három szinten lehet megközelíteni azt, hogy mennyire, tehát hogy hogyan vizsgáljuk a vallást. Tehát az egyik az alaptételeknek a szintje. Tehát az, amit egy vallás állít, hogy létezik-e Isten, hogy hogyan lehet egy igazságos társadalmat felépíteni, hogyan lehet különbséget tenni a jó és rossz között. Tehát ilyeneket. De ez az a szint, amit szerintem érdemes tárgyalni. Tehát itt ezek a nagy, az emberiséget foglalkoztató nagy kérdések. A másik szint, ez a szentírásoknak a szintje. Legyen az a Korán vagy a Biblia,
De én jó részt az ábrahámi vallásokkal foglalkoztam, vagy nem azt állítom, hogy ismerem őket átolcettig, de azokban várkodtam egy kicsit. Tehát ezekről tudunk beszélni, hogy a elsősorban a Bibliáról, Ó és Ubi Szövetségről. Na most itt az én nézetem szerint, tehát az ateista nézet szerint ezek ember által alkotott szövegek egytől egyik. Tehát nem azt mondom, hogy érték nélkül való, mert művészeti szempontból, meg irodalomtörténeti szempontból hihetetlenül értékesek. Tehát ezek évezredek óta fönnálló szövegek, hát nyilván, hogy értékesek ilyen szempontból. De ezekben igazságot találni, ez szerintem észszerűtlen. Mi az igazság? Hát ne felejtsük el, hogy ezek a szövegek egy bronzkori kecskepásztor törzsnek a világról alkotott képét tükrözik. Hogyha ránézel a földgömbre, gyakorlatilag ott a Közel-Kelettől Spanyolországig tart egy szűk sávban, amiről egyáltalán szó van a Bibliában, tehát azokról a területekről. A világnak a körülbelül 99%-áról, vagy mondjuk 95%-áról semmilyen fogalma nem volt a Bibliának, tehát az akkori emberek. Na most, ilyen perspektívából kiindulva, az akkori, bronzkori morális értékeket beleerőszakolni egy 21. századi társadalomba, hát ez biztosan működésképtelen. Hát azt látjuk, hogy ha értelmezed a Bibliát, tehát értelmezni kell a Bibliát. Egy pillanatra álljunk már meg, mert csak túl sok gondolat elhangzik majd. Nem gond. Persze bronzkori kecskepásztor, de azért mégis... Ezzel kezdtem. Én pont ezért kérdeztem, hogy most visszanézve a római birodalom is egy primitív, barbár dolog volt. Mégis, amikor arról beszélünk, akkor valahogy más az elképzelésünk. Érthető? Vagy mágás? Hát nem azt mondom, nem, hogy az... Pillanat. Vagy mikor beszélünk a magyar történelemről. Igen. Mátyás idejében, 15. század végén. Akkor virágzott a korrupció Magyarországon, pedig az már két és fél ezer évvel később volt a bibliai időszaknál. Szóval talán az, hogy ezért mondtam azt, nem kell, hogy én ismerjem a matematikát, a fizikát, meg a biológiát, meg hogy lettek ezek a dolgok ahhoz, hogy én éljek egy teljes életet. Ha egy kecskepásztor 3000 évvel ezelőtt ugyanúgy éli a teljes életet, mint ahogy én ma, a Biblia szerint. A probléma az, hogy igen, lehetetlen összeegyeztetni a két erkölcsi rendet azért, legalábbis szerintem, mert a jelenlegi társadalom értékrendje az meglehetősen perverz ahhoz képest, ahogyan ők gondolkodtak. És csak azért érezzük azt idegennek, mert mi így vagyunk programozva, hogy ez a helyes, amit mi folytatunk. Annak ellenére, hogy ez a társadalmunknak az összeomlásához vezet. Erről beszéltem az előtt. Igen, de én nem azt mondtam, hogy ez az értékrend rossz lett volna. Tehát nyilván egy bronzkori kecskepásztor törzsnek az értékrendje, az tökéletesen alkalmas volt egy bronzkori kecskepásztor törzs irányítására. Hát teljesen rendben volt. A probléma az, amikor ezt a bronzkori értékrendet, vagy veszed ezt a bronzkori értékrendet, és a mai világba betéve e szerint akarsz élni. Mert a világ megváltozott. Meg lehet tenni nyilván, ma is. És van, akinek egy ilyen remetei lét, vagy mondjuk ilyen bibliai körülmények között, az megfelel. De megváltoztak. Ne felejtsük el, hogy akkor az átlagos élettartam az, mit tudom én, 50 év körül. De miért most mennyi? Most a Európában
Skandináviában már 80 fölött van. Születéskor várható élettartam, amiről szól. Születéskor várható élettartam, igen. Tehát most ez kérdés, hogy honnan tudjuk, hogy akkor 50 volt az átlag életkor, az egy nagy kérdés. Feljegyzésekből tudjuk, milyen feljegyzésekből, hogy a bronzkorban meddig éltek az emberek? Hogy ne, hát le volt írva, még az előtt is. Mi volt leírva? Nézd, a kínaiak is, egyiptomiak is vezettek. Honnan tudjuk, hogy az megbízható, ami le van írva? Nyilván 100%-osan nem fogjuk megtudni, hogy megbízható, de nem volt oka annak, hogy azon csaljanak, hogy most ez 45 évesen halt meg, vagy 70 évesen, tehát nem, nincsen oka rá, hogy ebben csaljon. Na mindegy, tehát amit mondani akarok, hogy a 21. századi társadalomban ugye egy ilyen értékrend szerint élni szerintem megoldhatatlan. Milyen értékrendre gondolsz? A Biblia által sugallt. Mondasz egy példát? Igen, tehát vegyük az, hogyha egy szűzlányt, vagy egy mennyasszonyt nem találnak szűznek a menyegzője napján, akkor azt meg kell kövezni. És kérdés, hogy ez rossz-e a társadalomnak, vagy jó? Mert ugye azt kellene néznünk, hogy a társadalom számára az a döntés az pozitíve vagy sem, nem az, hogy az egyén számára pozitíve vagy sem. Mert nem vagyok benne biztos, hogy ez egy okos gondolat. Szerinted van olyan forgatókönyv, amely szerint ma egy mennyasszony, hogyha nem szűz és megkövezi, akkor az bármilyen szempontból jó lenne a társadalomnak? Nem arról van szó, hogy én hogy gondolom. Én nem az mellett vagyok, hogy kövezzük az embereket, hisz úgy gondolom, hogy lehetőséget kell biztosítanunk mindenki számára, hogy észrevegye a saját cselekedeteinek a mienségét, és az alapján tudjon változást eszközölni annak megfelelően, amit a teremtőnk elvár. Az egy más helyzet volt, hisz ott ugye, hogyha elfogadjuk a bibliai narratívát, az egy teokrácia volt, ahol Isten maga volt az uralkodó. Más helyzet, pontosan. Ez a kulcs szó. Értem, igazad van, hogy más helyzet volt. De az nem azt jelenti, hogy maga a principium, vagy az az elv, az helytelen. Ugyanis, hogyha arra gondolsz, hogy egy társadalmat hogyan tudunk fenntartani úgy, hogy legyen egy kohézió, akkor nehéz elképzelni azt, hogy a szexuális szabadosság az hozzájárul pozitívan bármivel is egy társadalomnak a működéséhez. De ha nem, akkor miért nem szabályozzuk valami módon, és ha szabályozni akarjuk, hogyan fogjuk szabályozni? Az, hogy a szexuális szabadosság az mennyiben járul, ez a társadalomtól függ. Nem. Nézd meg, hogy a világháborúk után, amikor a férfiak színe java kinyíródott a frontokon, akkor egy totálisan szexuális szabadosság vette kezdetét, mert újra kellett gyártani a populációt. De nem úgy, mint és ma. Akkor nem, és akkor az erkölcsi értékrendbe simán belefér több helyen is az, hogy a lányok, akik ugye otthon maradtak, össze-vissza. Én ezt nem tudom, hogy erre mi a bizonyíték, szóval én nagyon szívesen utána nézek ennek, de nekem semmilyen információm nincs arról, hogy a második világháború után a nők egy jelentős része... Olasz falvakból olvastam ezt, ahol egész területek kiürültek ugye, a háború után, és utána gyakorlatilag ilyen... Orgiákat rendeztek? Nem morgiákat, de gyakran váltogatták a partnereiket. Ugye, mert akkor ez maximalizálta a szaporodási sikert. Mert nem voltak férfiak. Én elhiszem, hogy olvastál ilyet, hogy az olasz farmokban ez volt, de én ezt nehezen tudom elképzelni, hogy az emberek úgy gondolták, de mindegy, az, hogy az volt, az nem azt jelenti, hogy az jó. Így. Ez mindig az adott társadalom pillanatnyi értékrendje dönti el, hogy ott mi a morális, mi az amorális. Azt akarod mondani most ezzel, amit mondasz, ha jól értem, hogy az, hogy mi a morális,
az szubjektív attól függően, hogy mi az, ami a társadalom mire jut. Így van. Így van. Szóval juthat arra a társadalom, hogy a születés előtt az embereket meg lehet ölni az anyamében? Hogyha az adott társadalomnak ez akkor maximalizálja a szaporodási sikerét valamilyen fura módon, bár nyilván az, hogy embereket ölünk meg, az nagyon ritkán szolgálja. Nehéz elképzelni, igen. Így van, így van. De hát nem csak ez az egy erkölcsi szabály van, hogy embert nem ölünk, rengeteg más is van. De most ezek azt mondod, hogy az, hogy mintha bekerült volna egy faktor, ha jól hallottam, az pedig az, hogy a társadalom szaporodjon. Jól értettem? Egészen pontosan, tehát evolúciós szempontból ez úgy néz ki, hogy a saját génkészletünk továbbadása és terjesztése, tehát ez a célja. És erre tehát a morális értékrendet gyönyörű szépen vissza lehet vezetni erre az egyszerű evolúciós szabályra. Hát akkor valahogy mi megrekedtünk, hiszen mi ennek az ellenkezőjét csináljuk minden fronton, ugyanis egyrészt a születésszabályozás, ami ugye megváltoztatta az egész társadalmunkat, alátámasztván, amit mondasz egyébként, hogy az evolúcióval ellentétes az, hogyha az ember szabályozza a születést, szóval ez etikátlan magyarul, mert ugye nem korlátozza a szaporulatot, ugyanígy a művi terhesség megszakítás, szintén ezek szerint etikátlan. Egyébként akkor még ide lehetne venni a házasságtörésnek az elfogadását is, és ugyanúgy a szexuális szabadosságot is, ugyanis a társadalmat azt tartja össze, hogy a férfi és a nő törődik egymással, és a férfi dolgozik a saját családjáért. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.